Sziasztok, Krahen vagyok, és ebben a részben egy Astroneer videóval jelentkezem, amint már kiderült a címből. Na, igazából nem építkezős videót szeretnék készíteni, mint ahogy már azt sokan megtették youtuberek a csatornáikon, illetve Twitch-en is, meg akárhol. Sőt, nálunk is van már Astroneer-es videó, de igazából én arra voltam kíváncsi, hogy mi van a Föld középpontjában, pontosabban hát a Terra középpontjában, mert ugye ez Terra a neve a bolygónak, és igazából a gravitációra lettem kíváncsi, és ezért elkezdtem fúrni magam alatt a Földet, és amint látjátok, egy ilyen kör alakú, hát ilyen vájatot csináltam lefelé, és azon keresztül mentem lefelé, de a végén meghaltam, és ugye felélettem itt a kapszulában, és valahogy le kellett jutnom az aljára, próbáltam leugrani, de elég sokáig lejutottam, csak aztán utána nem tudtam irányítani, és nekivágódott a kis emberke a falnak, és így szintén meghalt, úgyhogy vágytam egy ilyen csiga lépcsős megoldással, amint látjátok, itt van alattam egy barlang, és még van egy lejjebbi része is, pont belevágytam véletlenül igazából. Ezt mondjuk itt, mikor elkezdtem lefúrni egyenesen, akkor erre nem lyukat, vagy nem érintettem tulajdonképpen, de ugye mikor ezt a csiga lépcsős üzemmódot csináltam, akkor bukkantam rá. Ugye itt látjátok is, hogy itt meg teljesen bele... Jaj, de itt ebbe a részébe belebukkantam, mert itt egy picit leestem. Igen, ezt el is felejtettem. Na mindegy, szóval... A lényeg az az, hogy kíváncsi voltam tulajdonképpen a játéknak a gravitációs megoldására, hogy mi történik akkor, hogyha a kis astronautánk, azaz mi, lejutunk a Földnek, vagyis hát a Terrának a középpontjába, hogy mi történik. Hát ezt majd látni fogjátok, mert igazából ez a videónak a lényege, hogy ezt megmutassam, hogy mi történik. Na mindegy, de a lényeg az az, hogy szerintem azért ez a gravitációs megoldás itt ebben a játékban szerintem azért jól sikerült. Nekem most mondhatnám azt, hogy bejön, mert jól megoldották, csak hát majd látni fogjátok, azért kicsit extrém a bolygónak a közepén lenni. Persze itt találtam véletlenül ugye ilyen szén lelőhelyet, bár nem tudom, hogy van-e itt barlang, ami mármint, hogy egy barlangnak egy részébe van benne ez a szén, de úgy látszik, hogy a Föld közepébe, vagyis hát így össze-vissza szerintem randomban vannak ilyen elhelyezett dolgok, amiket ugye ki lehet ásni. Mármint így a nyersanyagok, sőt találtam még valami másik nyersanyagot is, valami zöld, aminek most így hirtelen nem tudom, mi a neve. De nem sok értelme van annak, mert azt hiszem, az csak ilyen áramforrást lehet belőle generálni, de ugye nem a nagy generátorból, csak ugye ilyen felhasználói szintű, magyarul a ilyen kis generátorral lehet használni, ha jól tudom. Na, és akkor itt le is értem eddig a részig. Innen váltottam a taktikán, mert egy picit azért már a gravitáció, mint látjátok, változik, mert
elég sokat, úgymond, sokat van a levegőbe a kis karakterünk, úgyhogy simán neki lehet ugrabugrálni ezekbe a kis vájatokba, amit ide elkészítettem. Hogyha esetleg sérül a karakter, akkor egy picit várni kell, és akkor feltölt úgymond a HP-ja, és akkor utána lehet ugrabugrálni tovább. Megpróbálok minél hamarabb leérni, és biztonságban, de sikerülni fog, mert már megcsináltam egy párszor. Nem a tesztelés miatt, csak ott a közepében kicsit veszélyes a dolog. Amint látjátok, szerintem már most is sokkal többet tölt a levegőben a karakter, mint eddig, meg látjátok, hogy nem olyan durván esik lefelé. De ez még lesz lájtosabb is, mondjuk most, tantól kezdve, valamikor már egy kicsit elég hosszan fogunk tölteni a levegőben, mert ugye hát csökken a gravitáció. Még azért este kél egy picikét, de elég hosszú, igazából. Még van hova menni. És így lehet irányítgatni egy picit a levegőbe a karaktert, hogyha forgulódok vele. Viszont most várnom egy kell egy picikét, mert ez itt egy kicsit nagyot esett. Na, jó, elmúlt ez a piros. Úgyhogy folytatom is tovább az utacskát lefelé. Már egy kicsit lájtosabban esik lefelé, szóval nagyobb a gravitáció, vagy pontosabban kisebb a gravitáció, mint eddig volt. De még azért még mindig van elég jelentős mennyiségben. Viszont itt már... Ja, itt ez a zöld cucc, amit találtam, ugye ez is ilyen randomban volt benne, mármint itt a földbe. Szóval pont belefúrtam véletlen, már lefelé jövet is. Igazából ide nem tudom, miért csináltam ilyen csiga lépcsős magam. Ja, mert nem tudtam belefúrni ebbe a barna cuccba, úgyhogy igazából azért. És akkor itt már azért érezhetően kisebb a gravitáció, mint eddig. Bár most egy picit sérültem, úgyhogy várok egy picikét. Jó, eltűnt ez a piros kerek. Igazából már nem nincs szükség space nyomnom, hogy ugorjak, mert már mondhatnám, a levegőben marad a karakter. Igazából talán már le is tudnék menni a bolygó közepébe, de azért még ugrálgatok egy picit, mert hogyha túl nagyot esek, vagy túl gyorsan esek, akkor bevághatja a fejét, és akkor elhalálozik, ami nem jó. Na, itt már egy kicsit nagyobb ugrás lesz, úgy látom. Igen, itt egy kicsit gondoltam, hogy begyorsítok. De minden esetre ez túlélhető. Elvett egy kevés időt, mire sikerült újra lejutnom. Igazából mire lejutottam, már az is elvett egy kis időt, szóval nem volt rövid. Na, most ugrok egyet, csak hogy látjátok, már sokkal, sokkal nagyobbat ugrik, és tovább marad a levegőben, úgyhogy már szinte mondhatnám azt, hogy nulla a gravitáció, de
azt is el fogjuk érni. Mondhatnám a nulla gravitációt. Mert gravitáció lesz így is, úgy is, szóval nulla olyan nincs. Legalábbis itt nem tapasztaltam olyat, hogy nulla lenne. Viszont itt már egy kicsit veszélyesebb, mert már egyre kisebb a gravitáció, és így szegényke, ha beveri a fejét, akkor meghal. Úgyhogy vigyázni kell, hogy talpra essek. Na, és azt hiszem, hogy lassan elérkezik az a pillanat, amikor elérünk a közepébe. Szerintem már csak párat kell ugrani. Nekicsapódtam a falnak. Ami nem is nekicsapódás, csak ugye itt már a gravitáció miatt vannak ilyen anomáliák, hogy sebződik. Tulajdonképpen. Mert hogyha simán talpra érkezek, akkor nem nincs semmi, csak ugye most például volt, mindjárt lenézek. Ó, ott van még az alja, mármint hogy kb-ra már ott van. Úgyhogy nem sok idő, és már lent is vagyunk. Jó, egy picit várnom kell. Jó, hogy nehogy véletlenül meghalljak. Na, itt azért már sokkal kevesebbet esik. Mármint úgy értem, hogy egyre kisebb a gravitáció. Na. Jó, ez most egy nagyobb fajta sérülés volt, úgyhogy várok. Na hát nem gondoltam volna, hogy ennyi idő lesz a lemenetel. Igazából egy 10 percet gondoltam, hogy kb. Egy 10 perces lesz a videó. Azt hittem, hogy 10 perc alatt le lehet érni. Itt már egy kicsit izgalmas a gravitáció. Nem merem megnyomni a space-t, mert akkor nagyot fog ugrani. Úgyhogy csak, most is csak hagyom szabad esni tulajdonképpen. Igazából itt tényleg vigyázni kell, mert a gravitáció az gyilkos. Holott ugye nem annak kéne lennie, de valamiért, mikor ide a Földhöz érek, akkor mondhatni 100%-os gravitációt kap. Ugye, mint hogyha kint lenne a Földön, és ugye a nulláról kap egy nagyobb esést, vagy mi egy nagyobb gravitációt, és szerintem amiatt sérül. De ezt majd meg fogom mutatni, hogy ez van. Mert én is csak úgy jöttem rá, hogy a bolygónak a középpontjába leértem, és akkor ott vettem észre ezeket a kis változásokat, vagy hát nem változásokat, hanem ott vettem észre, hogy ha hozzáérek úgymond a Földhöz, mármint ez a talajhoz, akkor tulajdonképpen így, mintha rászívódna a karakter. Mert ugye így a levegőbe már hoppá, most nagyon sérülgetek, pedig múltkor tök normálisan leértem, szóval nem sérültem ennyit. Na jó, szerintem lassan már ez az utolsó után. Már még van egy-kettő. Na, érdekes lesz mindenféleképpen. Legalábbis szerintem. Ó, még úgy látom, hogy van egy pár kis ugrás. De nem baj.
De amint látjátok, már egyre lassabban érek le a kis vájatokba, úgyhogy szemmel látható a gravitációnak a hiánya tulajdonképpen. Ja. Igen, csak épp, hogy megmozdultam, és már is sebződtem. Na hát itt az az igazság, hogy már egy picit kell koncentrálni azért a érkezésre, mert hát itt már trükkös a gravitáció, mint látjátok, már fut a levegőben tulajdonképpen. Hoppá, hoppá, itt a fejével ledarálom itt az egész mindenséget. Jó, itt úgy látom, egy kicsit nagyobb ugrás lesz. Jó. Hát még ezt egy az egyben nem ugrom le, mert akkor nagyon megsérültem volna. Most is azért elég durván megsérültem, mert tiszta piros a képernyő széle. Úgyhogy most így gyorsan várok egy keveset, hát ha így van. Nehogy még a végén valami probléma legyen. Nem tudom, hogy most miért sebződök ennyit, mert mondom, én lejöttem ide párszor már, és ennyit nem sérültem. Úgyhogy pedig az új patch-csel jöttem le ide. Amit látjátok már itt, a gravitáció az erőteljesen közel van a nullához. Úgyhogy szerintem még egy pár ugrás, ott az alja már, ott az már az alja. Úgyhogy ezt még gyorsan itten leugrálom. Jó, várok egy picit, és akkor ugrabugrálok tovább le. Igazából azért akarok óvatosan ugrabugrálni, ez itt már mondhatnám azt, hogy a közepe. Itt igazából már azért csináltam ezt a csigalépcsős megoldást, mert innen már sétálva is veszélyes tulajdonképpen a dolog. És amint már észrevehettétek, vagyis hát nem biztos, hogy észrevettétek, de egy kicsit furán áll a kamera, kicsit balra dől. Ez azért van, mert már igazából ez már mondhatnám, hogy a Földnek a közepe, pontosabban ennek a Terrának a közepe, és már igazság szerint a karakter fordulna megfelé, de mivel hogy még ezen a felületen állunk, ezért még nem fordul meg, de már szegényke közel van a véghez. Remélem nem halok meg, mert na jó, itt akkor szépen itt eljátszadozunk, vannak ott némi elemek, amiket itt hagytam. Szóval ez amint látjátok, itt a közepe a bolygónak, és hát elég furi a gravitáció tulajdonképpen, mert nincs gravitáció, de azért elkezd esni, mert még tud, de ott, ahol le van téve az a másik tetör, ott már elkezd megfordulni a gravitáció, és igazából azért van itt egy nagy lyuk ásva, mert tulajdonképpen, amint látjátok, itt meg is fordult a gravitáció, és amit beszéltem, hogyha ide rálépek, akkor mondhatni odaszívja a karakter, csak még azért egy picikét még menni kell, mert itt még elég kicsi a gravitáció, hogy odaszívjon, de hogyha itt leérek a Földre, akkor látjátok, már mondhatni ezen a Földön állok, és már elindultam tulajdonképpen az ellenkező irányba, és meg is mutatom, hogy azért a gravitáció milyen, aznak ellenére, hogy itt állok a kis Földön, és nézzétek, ugrok egy jó nagyot, és még be tudok menni ebbe a lyukba, igazából,
sajnos nem tudok nagyobbat ugrani. Úgyhogy ez már elég nagy, igazából próbál oda még, azt hiszem fel tudok ugrani egy ugrással, mert próbálgattam, viszont most nem sikerült. De mindjárt megpróbálom. Azért jó, ez megvan. De tovább már nem tudtam menni, mert itt már annyira megszűnik a gravitáció, hogy már nem tudok úgy belefúrni a falba. Vagyis hát, jó, hát ha nagyon akarnék, akkor egy kicsit fúrnék bele, de igazság szerint nem akarok. Úgyhogy most megpróbálok igazából visszamenni a Földnek a közepébe, vagyis hát igazából a Terrának a közepébe. Hát, ha sikerül, és akkor megfordul a gravitáció, viszont nem tudok vele mit kezdeni igazából, mert itt halálra vagyok ítélve. Sőt, meg is haltam igazából, és felé lettem. Ezt mondom, hogy ha ott beveri a fejét, akkor meghalok. Igazából ennyit szerettem volna ebbe a videóba megmutatni a bolygó közepét, hogy mi történik ott, meg ilyenek. Nekem megérte, remélem, hogy aki megnézi ezt a videót, annak tetszeni fog, illetve a későbbiekben valaki, hogyha jóval később nézi vissza, remélem, hogy neki is tetszeni fog. Főleg, hogyha már játszanak az emberek vele, nem tudom, hogy kinek milyen ambíciói vannak az ilyennek a felfedezésére, de ez engem igazából nagyon érdekelt, és ezért csináltam tulajdonképpen az egészet, és hát levideóztam tulajdonképpen, ahogy lemegyek, és nagyon sokat pofáztam közbe, amit remélem, hogy nem mondtatok. Szóval, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és hogyha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor tedd meg, és egy következő videóban találkozunk. Sziasztok!